A Heti Naplónak azt nyilatkozta Navracsics Tibor, hogy Brüsszel és a magyar kormány között nincsen semmilyen áthidalhatatlan ellentét, az uniós pénzek vélhetően meg fognak érkezni. Ugye elképesztő vagy felfoghatatlan mennyiségű pénzről van szó, ami nélkül Magyarország gazdasági helyzete vélhetően összeomlana. Ahogy egy gazdasági szakember mindjárt fogalmaz, a brüsszeli pénz nélkül beköszöntene a középkor Magyarországon. Voltak nehéz döntések, amelyeket meg kellett hozni, ezt is a Heti Naplónak mondta Navracsics, de ezek olyan döntések voltak, amelyek nem okoztak presztízsveszteséget a magyar kormánynak, mert akkor nem hozták volna meg. A pénz az nekünk jár, és azt ki is fogjuk szorítani belőlük. Tavaly decemberben mondta ezt a miniszterelnök. Azóta nem, hogy a pénzt nem sikerült kiszorítani az Európai Unióból, de megindították a jogállamisági eljárást is Magyarország ellen. A bíróság a keresetet elutasítja. Példanélküli módon, élő egyenes adásban, ráadásul magyarul mondta ki az Európai Bíróság bírója az ítéletet, amelyben bejelentették, hogy a jogállamisági normákat felrúgó országokat pénzügyi szankciókkal büntetik. We've sent a letter to Hungary with questions. Áprilisban közvetlenül a választás után el is indult Magyarország ellen a vizsgálat. Így már nem csak a Covid-válság miatt létrehozott helyreállítási alap pénzei, de az unió 7 éves költségvetési pénzei is be vannak fagyasztva. Mutatom is, hogy mennyi pénzről beszélünk. Két helyről várjuk tehát a forrásokat. A helyreállítási alapból 6000 milliárd forintnak megfelelő eurót, a következő 7 éves költségvetési ciklusból pedig 8800 milliárd forintot. A Magyar Nemzeti Banknak ugye van tartaléka, az 35 milliárd, tehát az 35 kontra az EU-tól 37. Tehát a teljes MNB valuta tartalék az kevesebb, mint amennyire most várunk. Így van. Csak hogy értsük, hogy ez mit jelent. Ekkora összegből 830-szor fel lehetne újítani a Lánchídat, 150-szer megrendezhetnénk a vizes VB-t, de ekkora pénzből 20 évre lehetne bőségesen rendezni a tanárok fizetését is. A jogállami mechanizmussal elvenni tervezett pénzekről nem tudunk konkrét összegeket, pletykák vannak, az biztos, hogy nem fognak minden pénzt elvenni, ilyen nincsen. Ha minden pénzt elvennének, akkor a magyar diákok Erasmusos utazásaira se lenne pénz, ezt nyilvánvalóan senki nem akarja. Mindenkinek érdeke, hogy megállapodás szülessen. Az uniónak is, hiszen megtapasztalhatták már, hogy milyen az, amikor Magyarország vétóval él, és akár az egész unió költségvetését blokkolja. Ugyanakkor a jelenlegi gazdasági válságban az uniós források nélkül biztosan gazdasági mélyrepülés jönne. A magyar kormány különböző képviselői az elmúlt hetek, hónapok során gyakorlatilag minden fórumon üzennek, hogy meg akarunk állapodni, és hajlandók vagyunk ezért gyakorlatilag minden kérést teljesíteni, amelyet az Európai Bizottság észszerűen elvár a magyar kormánytól. Új megállapodást kell kötni az Európai Unióval. Ezek a pénzügyi tárgyások, ezek zajlanak. Meg fogunk egyezni. Most szépen kézenfogva együtt elmegyünk a falig, megállunk, egymás felé fordulunk, megöleljük egymást, megegyezünk. Navracsics Tibort bízta meg Orbán Viktor azzal, hogy menjen el a falig és szerezze meg az uniós pénzeket. Kivételesen nem csak kértem, de kaptam is interjút a minisztertől. Minek kell történnie ahhoz, hogy ne jöjjön létre a megállapodás? Az Európai Bizottság részéről egy döntésnek. Egy ilyen jellegű döntésnek. Lát most erre esélyt? Vagy kockázatot? Nagyon csalódott lennék. Én úgy gondolom, hogy mindent a legnagyobb jó hiszeműséggel és a legnagyobb együttműködési készséggel mindent végigvittünk, és nincs ok arra, hogy ilyen döntés szülessem. A miniszterelnök tusványosan azt mondta, hogy elmegyünk a falig. Van-e olyan, ami a kormánynak azért nehéz döntés volt, akár presztízsveszteséget jelent, hogy most elfogadta? Nehéz döntés volt. Hogy presztízsveszteséget jelent-e? Én azt mondanám, hogy nem jelent presztízsveszteséget, mert akkor valószínűleg nem fogadtuk volna el.
De voltak olyanok, amelyek nehéz döntések voltak, de hát ezt majd meglátjuk az elkövetkező hetekben. Nézzük, milyen konkrét kérések jöhetnek, és milyen konkrét válaszok erre. Brüsszel megtámadta Magyarországot. Az Európai Unió Bírósága ma egy politikai döntést hozott a magyar gyermekvédelmi törvény miatt. Amikor rákérdeztem, akkor azt mondták, hogy a kettőnek nincsen köze egymáshoz. Navracsics Tibor nyilatkozatáig csak olyan kormányzati hangokat lehetett hallani, hogy az uniós pénzelvonás hátterében a kormány által gyermekvédelminek nevezett, egyes elemzők szerint inkább homofób törvény miatt van. Bár a kormány a kötelezettségszegési eljárás felemlegetésével Navracsicsot is cáfolta, a két eljárásnak valójában semmi köze egymáshoz. A mostani párbeszédnek részét képezik-e a kötelezettségszegési eljárás? Nem. Akkor ez azt jelenti... Ez a bizottságnak általában politikája egyébként, hogyha valamilyen ügyben elindul egy kötelezettségszegési eljárás, akkor az más eljárásban nem jelenik meg. Tudja, miért kérdeztem ezt? Nem, de mindjárt meg fogom tudni, attól tartok. Ugye azt mondta, hogy a gyermekvédelmi törvény nem képezi ennek a mostani beszélgetésnek a részét. Igen. Mire az volt a kormány részéről a reakció, hogy hát ez nem vita kérdése, jelenleg is zajlik ellenünk emiatt egy eljárás. De az egy kötelezettségszegési eljárás. De rengeteg kötelezettségszegési eljárás zajlik Magyarország ellen is, és még számos tagállam ellen. A családvédelem ugye az egyáltalán nem kerül elő benne. A jogállami mechanizmus valójában kondicionalitási mechanizmusnak hívják, és azért, mert ez egy költségvetési ellenőrző eszköz. Itt akkor tudnak pénzt elvenni, hogyha valamilyen jogállami norma megsértése konkrét és számokban is kifejezhető módon sérti az Európai Unió költségvetését. Tehát itt kizárólag olyan ügyeket tudnak vizsgálni, amiknek számszerű következménye van, pont ezért tudnak végül egy számot mondani, hogy milyen összeget szeretnének elvonni majd. Johannes Hahn uniós biztos által jegyzett 44 oldalas levél részletesen vezeti le bizonyos, leginkább közbeszerzésekkel kapcsolatos ügyekből, hogy miért sértik ezek az uniós költségvetést és a jogállamiságot. Egészen konkrét korrupciós gyanús eseteket említ a levélben, ilyen az Elios ügy, vagy például a közalapítványok ügye. Ami alapvetően most a tárgyalások részét képezte, az szinte mind az Európai Uniós források felhasználásával kapcsolatos intézményi garanciákat érinti. Ez magyarul a korrupció? Nem, az közbeszerzések, én azt mondanám, a korrupció gyanúja, vagy a korrupció vágya, mert önmagában már a korrupció definíciója körül is vita folyik. Máshogy értelmezik Svédországban, és máshogy Szicíliában, hogy csak ezt a két kulturális sarkot említsem, és nyilván Magyarországon is máshogy, mint ahogyan Franciaországban. De valóban, alapvetően a tárgyalásoknak a témája nem az általános magyarországi politikai kontextus volt, hanem az, hogy a magyar kormány hogyan tudja felmutatni azokat a garanciákat, amely a Brüsszel számára, vagy a bizottság számára megnyugtatóvá teszi az uniós források felhasználását. Négy konkrét felajánlást már egy hónapja bejelentett a kormány. Ezek az egyszereplős közbeszerzések arányának csökkentése, a csalási és korrupciós ügyek bírósági jogorvoslatának lehetősége, ez váltaná ki gyakorlatilag az európai ügyészséget, korrupció ellenes munkacsoport létrehozása és a jogalkotásokat megelőzően széleskörű társadalmi párbeszéd lefolytatása. Mennyire nehezíti az ön dolgát, akár az ön politikai tárgyalásait az, hogy miközben ön próbál a diplomácia nyelvén kint élni, a közben mondjuk, ha történik itthon egy bejelentés, hogy mit vállalunk, gondolok itt például a törvényalkotás transzparens tételére, a társadalmi vita kiszélesítésére, majd két nap múlva, két nap alatt elfogadják a katát, akkor mondjuk lehet akár a brüsszeli bürokratákban egy olyan érzés, hogy mond egy részről valamit a kormány, majd másnap csinál egészen mást. De nincs azért ilyen érzés bennük, mert egyrészt nem fogadtuk még el azt a törvényt, amely a konzultációt ilyen mértékben kiszélesíti. Másrészt pedig ott sem arra vállalunk garanciát, hogy soha nem fog már ilyen előfordulni. Ha sikerül hozzájutni az uniós forrásokhoz, akkor jön igazából az igazán fontos kérdés. Az, hogy hogyan használjuk ezt fel. A következő 2-3-4 év egyértelműen nem a látványberuházások időszaka, azt kell néznünk, hogy
hogy lehetünk hatékonyabbak, hogy tudunk hatékonyabban termelni, hatékonyabb energiafelhasználással, akár ugye céges viszonylatban, mert nyilván az egyéneknél is az energiafelhasználás. Esősi Zsombor szerint jelenleg a magyar társadalom az ársapkák, a rezsitámogatás miatt még burokban él. Európa több más országa már rég felkészült a szűkebb évekre, de nálunk ez még egyáltalán nem tudatosult. És az nagyon fontos még, hogy mindenki azt mondja, azt gondolja, mert ezt hozzászoktunk, hogy majd az állam megsegít. Az állam mindig megsegít, ahogy mondtuk, moratórium, rezsicsökken, mindenképp megsegít, nem fog tudni. Mert itt nyilván az egyének fognak pénzt kérni, itt kérni fog tényleg mindenki az egyének közül, kérni fognak a cégek, már most azon érnek, hogy jó, majd az államnak valahogy majd segíteni kell, hitellel, támogatással vagy, és az önkormányzatok is ugyanígy gondolkoznak. Hát nincs ennyi pénzünk. Tehát itt spórolni kell mindenkinek. Spórolni kell az államnak, spórolni kell az egyéneknek, és spórolni kell a cégeknek. Tehát nagyon komolyan, vagy erről kéne minden nap szólni az összes cikknek, híreknek, hogy gyerekek, figyeljünk arra, most spóroljunk, mert tényleg jön ez az október-november, és akkor problémák lesznek. És jól sejtem, hogy ez az uniós forrásoktól független. Ez uniós forrástól független, de ha nincs uniós forrás, akkor jön tényleg a középkor. Tehát, hogyha amúgy is jönni fog ez a recesszió, ez a szenvedés, és ha még EU-s pénzek nincsenek, hát az elképzelhetetlen. Azt nem is akarom, nyilván itt van az a szó, amit nem mondunk ide, mondjuk azt mondom, hogy ilyen financiális problémák is előjöhetnek. És akkor nézzük végül, hogy most milyen forgatókönyvek jöhetnek, és mikor tudhatjuk meg, hogy sikeres volt-e a kormány megállapodásra törekvése. Ha minden jól alakul és a magyar választ elfogadja a bizottság, akkor feltehetően ennek az első nagyon komoly szignálját Ursula von der Leyen az unió állapotáról szóló évértékelő beszédében fogja bejelenteni. Ez szeptember közepére várható. Ha viszont ugye a kedvezőtlen forgatókönyv következik be, akkor bizony ez a szankciós javaslat a tanács asztalára kerül, amelynek aztán szintén egy hónapja van a normál ügymenet szerint, tehát október 22-ig arra, hogy döntsön a bizottság által javasolt szankcióknak a tartalmáról, mértékéről, az arányosságáról, és utána ezt kell végrehajtani. Miközben a magyar kormánynak az a problémája, hogy úgy érzik, hogy ha megkötnek egy kompromisszumot, akkor a bizottság hátrébb viszi a kaput, és hirtelen újabb célokat követel, addig a bizottság azt gondolja, hogy a tárgyaló delegáció hiába hajlandó minden változtatásra, ők is pontosan érzik, hogy nem ők fogják a végső döntést meghozni, hanem a magyar miniszterelnök, és valójában nem tudják, hogy mi az, amire ő hajlandó. Hogyha nem állapodnak meg, akkor mi jönnek a munkája januártól? Területfejlesztési miniszter vagyok, bár most egy kicsit háttérbe szorul, de továbbra is az lesz a dolgom, hogy a területfejlesztési politika eszköztárát alakítsam ki. Tehát nem ön egy személyben a felelős azért, hogy sikerül-e megállapodni Brüsszel? Mert hogyha leváltanak, akkor én voltam egy személyben a felelős. Nem vagyok főtárgyaló, tehát én nem a főtárgyaló vagyok. Az Európai Uniós politikát sem én irányítom, az igazsági minisztériumhoz tartozik, a külügyet sem én irányítom, ez a külügyminisztériumhoz tartozik. És egyébként pedig a miniszterelnök az, aki alapvetően meghatározza az Európai Unió és Magyarország között fennálló kapcsolatokat. Az elmúlt bő évtizedben nagyon is hozzászoktunk az Európai Uniós források jelenlétéhez. Ahogy a Brian életében mondják, mit adtak nekünk a rómaiak, mit adott nekünk Brüsszel? Közutakat, bicikliutakat, parkfejlesztéseket, szállodákat, éttermeket, de sokszor a kisvállalkozások létét is ők finanszírozták. Ezért mondja egybehangzóan szinte az összes elemző, hogy elképzelhetetlen, hogy végül Magyarország és az Európai Unió között ne szülessen valami megállapodás. A Heti Naplóban Benyó Rita riportját látták.